Köszöntöm a Pannon Gazda nézőit! Mai műsorunkban majd foglalkozunk azzal, hogy hogyan haladt az esőkig természetesen Bánátban a kukorica betakarítása, illetve szó lesz arról is, hogy hogyan kell felkészülni a vetésre, természetesen annak ellenére, hogy most ilyennyire esik az eső, és ennyire eláztatta a vajdasági földeket, azért csak vetni fognak a gazdák. Mi az, amire előtte oda kell figyelni? Előtt azonban következzenek aktualitásaink, agrárhíreink. Az utóbbi két hónapban a mérvadó tőzsdék határidős jegyzései teljesen összesimultak, így a budapesti, párizsi és chicagói ár között 3 euró különbség sincs. A földrajzi adottságok és logisztikai hátrányok ilyenkor különösen rosszul jönnek. Európában bár nagy volt az aszály, a franciák 40 millió tonna felett takarítottak be. A németeknél 25,7 millió tonna búza került a raktárakba, a tavaly rekordnál 7-8%-kal kevesebb, de így is a valaha mért harmadik legjobb eredményt hozták. A kedvező euró árfolyamnak köszönhetően idén már 25%-kal több búza hagyta el a kontinenst, mint a tavalyi rekord termésű év azonos időszakában. Továbbra is nagy hatással van a világpiaci árakra az orosz és ukrán termés, már pedig ők 160 euróért hajózzák ki Egyiptom irányába a búzát. Ukrajna idén 10%-kal több, 12 millió tonna kenyérleghalót exportálna, mint tavaly. Az oroszok pedig 21-22 millió tonnás kivitelre készülnek. Magyarországon mintegy 2,5 millió tonna termény várja a következő hónapokban, hogy a külpiacra kerülhessen. Németországban aggódnak a gazdák. Csávázás hiányában nem elég, hogy 2 permetezéssel többe kerül a repcevetés megóvása, hanem a piretroidok is kezdenek hatástalanná válni. Az északkeleti régióban gyakorlatilag a vegyület minden származékával szemben ellenállóak a földi bolhák, sőt részben a repce fénybogár is. Minden egyes permetezéssel tovább növeljük a piretroid rezisztencia kialakulásának kockázatát. Ezért is fontos lenne visszatérni a csávázáshoz, noha erős kártevő nyomás esetén önmagában ez a védelem sem elegendő. Egy braunschweigi kísérlet vezetői azt ajánlják, hogy vessük később a repcét, ám ne túl későn, hogy legyen ideje megerősödni. Emeljük meg a vetőmagnormát akár 10%-kal is. Sárgalappal folyamatosan ellenőrizzük a repcebolha betelepülését, és ehhez időzítsük a permetezés időpontját. Szerbia szertein már 6 hónapja késik a gazdáknak járó támogatás. Eddig mindössze 49 ezer bejegyzett gazdaság kapta meg az állami hozzájárulást. Az állami költségvetésben jelentkező hiány miatt 212 ezer gazdaság egyelőre nem kapta meg a támogatást, ami kedvezőtlenül befolyásolhatja a stratégiai jelentőségű haszonnövények őszivetésének színvonalát és ütemét. Egyébként 6000 dinár kellene, hogy kifizetésre kerüljön hektáronként, plusz 3-3000 dinár a felhasznált üzemanyagért és műtrágyáért. A gazdák ettől az évtől a korábbi 100 hektár helyett 20 hektárig részesülhetnek támogatásban. Ehhez azonban 6,9 milliárd dinár hiányzik. Állítólag nincs elég pénz a költségvetésben, miközben a termelőknek nagy szükségük lenne az anyagi eszközökre, hiszen fedezni kell a vetési költségeket, az újratermelési anyag megvásárlását és agrotechnikai intézkedések alkalmazását. Mindemellett a növénytermesztők nagy részét súlyosan érintette az idei aszály. Több haszonnövény termése megtizedelődött, ami nagy anyagi csapást jelent a mezőgazdasági termelők számára. Dupák Tamás családjával zöldségtermesztéssel foglalkozik. A csókai termelő a fólia sátrakban látja a megélhetési lehetőséget. Elmondása szerint a változékony, sokszor kiszámíthatatlan időjárási viszonyok megnehezítik még a fólia sátras növénytermesztést is. Fólia alatt mindig valamennyivel biztonságosabban lehet termeszteni. Hát amúgy a nagy meleg még a fólia alatt a termesztésnek se tesz jót, mondjuk, mint ami az idei évben volt. Horváth Andrea is támogatást nyert a titkárságtól. Krizantén virágokat termel itthoni piacra. Körülbelül 10.000 négyzetméteren. Hát ez a segítség nagyon jól jön a gazdaságnak, mert további fejlesztéseket tudunk véghez vinni. A szerződések aláírásával lezárult a tartományi mezőgazdasági titkárság idei pályázati ciklusa. Ostalo još nek svega par miliona po dva konkursa, ali obzirom da su u pitanju namenska sredstva, prenećemo ih u sljedeću godinu, te će konkursi biti u sljedećoj godini nešto veći. A szerződések keretösszege 72 millió dinár.
az időjárás kiszámíthatatlansága miatt a növénytermesztő gazdaságokban nélkülözhetetlen az öntözés. A beruházás sokba kerül, így a termelőknek jól jön minden segítség. A tartomány hiteleket és visszanemtérítendő eszközöket is ad a gazdáknak. Bonifát László 15 hektáron földi epret és paprikát öntözött az idén. Tifont tudtunk vásárolni, valamint a csöpögtető rendszereket, búvárpumpát vásároltunk ezeken az eszközökön, és a hozam mennyiséget jócskán megnöveli, ezt hozzá tudom tenni, hiszen az idei évben öntöztünk először, és megéri öntözni, főleg így támogatással. A Dorjánban fűszerpaprikát termelnek leginkább a kisgazdaságokon. A magas hozam elérése érdekében fontos az öntözés. Szabó József 15 ezer euró értékben vízágyút vásárolt. Most fejeztük tegnap a paprikának a betakarítását, amit tudtunk öntözni, ott hektárjáról 94 mázsa paprikát tudtunk leszedni. Egy másik parcellán volt egy hektáros, amit nem tudtunk öntözni, arról 70 mázsa paprikát szedtünk le. A tartományi mezőgazdasági titkárság hozzájárulásával Vajdaságban újabb 970 hektár termőterület került öntözés alá. Ez alkalommal 153 gazdaság 50 millió dinárban nyert el támogatást. A tartományi költségvetésből a mezőgazdaságra és ezen belül az öntözésre az év végéig még 47 millió dinárt fordítanak az illetékesek. Očekujemo još otprilike 150 korisnika ove godine. Sve ukupno, znači negde oko 500 korisnika za ovu godinu će dobiti sredstva po tom konkursu. Biće opredeljeno nešto preko 300 miliona dinara našeg učešća, što znači ako je 50% naše učešće, da je preko 600 miliona dinara ove godine će biti uloženo u navodnjavanje. A 47 millió dinár összértékű támogatásra a vajdasági gazdák és gazdaságok a hónap végéig nyújthatják be kérelmeiket. Békésen legelésznek a padéi sövényházi farmállatai. A 2700 holdas Betlehem puszta adta lehetőségeket kihasználva, László gazda a hagyományos állatok mellett őshonosakat, rackajuhokat, csókai cigaját és szürke marhát is tart. Vajdaságban kevés az őshonos állat. A csókai cigajákból alig van 400, míg a szürke marhából ezen a farmon csak 15-6 darab. A mezőgazdasági minisztérium jelentős támogatást nyújt az őshonos állatok tenyésztésére. Egy jó pár évvel ezelőtt igen jó támogatás volt darabjára, 48 ezer dinár, most levették 30-ra, azzal, hogy a 6 hónapos borjú, ami idősebb, az 15 ezer dinárt kap támogatást. Temerinben Törteli László gazda csak saját szükségletre tartja ezeket az igénytelen állatokat. Igaz, a juhok és a marhák csak legelnek, de a mangalica sertéseket zsákból eteti. Így minden támogatás jól jön neki. Mindent vásárolunk, minden ennivalót kivéve a fűvön kívül, ugye, amit elegelésznek, hála Istennek itten tudnak találni, de valamit csak meg kell venni, és abból a támogatásból viszont nagyon könnyen és jó és boldog vagyok, hogy kaptam, mert ez sokat számít. Annak ellenére, hogy az őshonos állatok igénytelenek, de egészséges élelmet biztosítanak, a civilizáció fejlődésével mégis kiszorultak a háztartásokból. Hogy valóban megmenthető legyen a génállomány, a nagy területtel legelőkkel rendelkező gazdák szemléletváltására lenne szükség, és arra, hogy a támogatás ne csökkenjen. Közép-Bánátban az év első 8 hónapjában négyzetméterenként 285 liter csapadék hullott, jóval kevesebb a tavalyi 585 literhez, vagy pedig a 402 literes átlaghoz képest. Tavasszal viszont a föld nagy nedvesség tartalma miatt késett a kukorica vetése a Szent Mihályi határban. A nyáron meg alig volt csapadék, egyes határrészeken pedig egyáltalán nem volt eső. Nem is épp csak az eső, hanem az a nagy forróság, az a 35-40 fokos meleg, az mögtötte az üveit, amit sokáig tartott, több mint egy hónapig. Így a kukorica törés is hamarabb megkezdődött, már az utolsó pár évben, mindig hamarabb. A Szent Mihályiak egykor több jószágot tartottak, sokan kertészkedtek is, de mindez leépülőben van.
ezért sokan az ipari növények termesztése mellett maradtak. Az idén több kukoricát vetettek, mert a napraforgó ára az elmúlt két évben rossz volt. A kukoricát a múlt héten az esélyt kezdték csépőni, a nedvesség ment 12-16-ig, az esély félbeszakította a munkálatokat. Mostan kezdett a góréba szönni a csövesen a kukoricát, a csépléssel még egy pár napot várunk, hogy szikkadjon, és aztán megindul a cséplés. Van, aki átadja a kukoricát, van, aki góréba rakja. Így van. A termelés, a termés, mit mondjak, hogy legalább 40%-a kevesebb, mint a tavalyi évben. Úgyhogy a 60%-ig számítunk a tavalyi évben képest. Már megszokott jelenség, hogy a termények ára még akkor sem biztos, amikor leszállítják a termelők. Emiatt sáfárkodni kell vele. Hát, ami a kukoricatörlést illeti, azt éppen ma kezdtük, mivel ilyen volt az idő. Sokkal hamarabb be kellett indulni, a másik ok pedig rá, hogy mivel meg akarjuk tölteni a górét, vagyis a kotárkát, akkor csőtörővel, hogy nagyobb nedvességgel ne legyen olyan szórás. Hát az első benyomás a kukorica termés, hogy kint voltam a határban, hát legalább 30-40%-os kiesés van biztosan, az egyik. Ami pedig a másik, hogy a csövek se nincsenek olyan kvalitétben, olyan nagyságban, és a szömeg se nincsenek olyanok, ami kellene, hogy legyen. A kukorica felvásárlási ára a betakarítás kezdetén kilogrammonként 18 dinár volt. A napokban ez 15 dinárra esett vissza. Az újratermelésnek, tehát a műtrágynak az árát meg már 10-15%-kal megemelték. Tehát az 12-52-0, ami műtrágya tavaly 6000-6200 dinárba került, az most jelenleg 7-7-7300 dinárba kerül. Tehát a nyersanyagnak az árát annak tudják előre, a mi terméknek az árát nem tudják, még akkor sem, mikor már le van adva. A kukorica árának az alakulása még eltart. Juhász Attila mezőgazdasági államtitkár szerint akkor fog állandósulni, amikor beindul a kereskedelem, vagyis a kikötőkből a Dunán elindul a kukoricának a kivitele. Mindenképp, aki ki tud várni és meg tudja magának engedni azt, hogy ne kelljen most mindjárt eladni, azért mindenképp várjon, legalább várni egy másfél-két hónapot, aztán szerintem majd beáll egy gyár, viszont nem jelenti azt, hogy majd tavaszra túlszárnyalja ezt a zárat, ugyanis ugye voltak évek, amikor ugye 17-8 dináros áron volt a szeptember-októberben, aztán pedig tavasszal még egy dinárral ezen ár alá is ment az értékesítésben. És ugye, hogyha felszámoljuk a tárolási költségeket, egyéb mást, akkor ugye el kell azon is gondolkodni, hogy ugye érdemes-e most értékesíteni esetleg valamelyes kisebb áron, vagy pedig ugye felszámolva a tárolási költségeket, megvárva a februárt vagy a márciust is, akkor ugye eladni. A Tordai Szövetkezet 300 hektáron vetett kukoricát. Az első betakarított tábla az olyan 8 tonna hektáronként. Sajnos a következő tábla már nem hiszem, hogy tudja adni ezt a termés átlagot, úgyhogy mindegy 7 tonnákét tudnák a jelen pillanatban mondani, ami biztos meg lesz. Hát majd meglátjuk, tehát van nagy tarkaság a határban. A kukorica ára befolyásolja a hízójószág árát, vagy legalábbis befolyásolni kellene. Nem úgy szokott működni. Az úgy szokott működni, hogy a drága kukorica, olcsó a jószág, mikor olcsó a kukorica, drágább a jószág. De itt tényleg nem lehet elmenni nálunk, hogy mi fog történni. Azt tudjuk, hogy mi volt érni, de mi lesz holnap, ezt már nem tudjuk. A bánáti gazdák bíznak abban, hogy az idei termés nem lesz annyira rossz, mint amilyen a 2012-es évben volt. Vagyis, hogy a jövedelemből fedezni tudják a termelés költségeit, és lesz elég kukorica a jószág vetetésére. Hogy viszont a tavaszi vetést miből fogják majd fedezni, azt egyelőre még maguk sem tudják. Október közepén van a kalászos gabonák vetésének igazi optimális ideje. A gazdák nehezen szánják rá magukat a búzavetésre, hiszen, mint mondják, gazdasági szempontból nem nagy jövedelemre tudnak szert tenni. Vajdaságban 300 ezer hektár kalászos vetése van terbe véve. A vetés lassacskán halad. Ono što poljoprivredni proizvođači znaju i to su se uverili prethodnih godina, da ukoliko primene punu agrotehniku, odnosno tehnologiju proizvodnje, onda mogu da očekuju i odlične prinose, a samim tim i ekonomski efekat. Pokazalo se da
Najveću grešku poljoprivredni proizvođači prave time što štede na semenu. Mi smo pokušali da napravimo jednu analizu i utvrdili da je ta ušteda setom semena sa tavana više zabluda nego korist, jer učešće semena u ukupnoj proizvodnji iznosi negde oko 10%. A poljoprivredni proizvođači rizikuju u velikoj meri da zbog takvog semena umanje svoju proizvodnju. Znači, preporuka je da poljoprivredni proizvođači koriste sertifikovano seme i da daju veću šansu i korist sertifikovanom semenu u odnosu na seme iz sobstvene proizvodnje. Az idén a gazdaságok többségénél rekordhozamú volt a búzatermelés, hiszen az időjárási viszonyok ideálisak voltak. A vetőmagtermelés is kedvezően zajlott, így most minőségi vetőmag kerülhet a termelőkhöz. Analize su pokazale da je seme vrhunskog kvaliteta, znači semena ima dovoljno, seme je dorađeno po svim normativima koji su propisani našim zakonima. Takođe, klijevost, upotrebna vrednost, čistoća, sve je na vrhunskom nivou, tako da poljoprivredni proizvođači slobodno mogu da se ove godine opredele za sertifikovano seme i na taj način povećaju svoju proizvodnju i naravno dobit. Évek óta egy szinten alakul a búzavetésének területe a Vajdaságban. Azon kívül, hogy a vetésforgó szempontjából nagyon fontos növény, más előnyökkel is jár. Ono što je jako važno i mi s vremena vreme se trudimo da podsjetimo poljoprivredne proizvođače, a to je stabilnost u proizvodnji pšenice. Naime, koliko god da se priča da pšenica nije visoko akumulativna biljna vrsta u smislu ekonomske dobiti, pokazalo se da unazad nekoliko godina, bar što se tiče cene, ona možda bude nepovoljna na početku žetve, ali kasnije se ispostavi da ona ipak bude zadovoljavajuća za većinu poljoprivrednih proizvođača i što je također interesantno i prednost da ona drži tu neku stabilnost. Znači, nema velikih oscilacija kao što se, na primjer, desilo u proizvodnji soje, da postoje velike oscilacije u ceni u odnosu na jednu ili drugu godinu. Tako da i to poljoprivredne proizvođače može da ohrabri ta stabilnost cene i mi se iskreno nadamo da i u narednoj godini će biti bar za većinu poljoprivrednih proizvođača koji imaju punu agrotehniku, odličan prinos, da će cena biti dobra i da to treba da ih opredeli da i ove godine zaseju u punoj meri pšenicu na svojim njivama. A fajta választék nagyon széles. A termelőnek az igényeinek megfelelően kell döntenie arról, hogy javító búzákat, takarmánybúzát vagy minőségi búzát szeretne termelni. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, ez volt a Pannon Gazda. Ne feledkezzenek meg az agrárvilágról sem vasárnap délelőtt a Pannon Rádióban. Egyébként a jövő héten itt a Pannon Gazdában majd krizantém termesztéssel is foglalkozunk. Tartsanak velünk akkor is a viszontlátásra.